Ismerjük azokat a problémákat, hogy mit vegyek fel a hétvégi esküvőre. Hogy a gyereket angol órára irattassam, vagy ukránra. Hogy hány doboz cigit vihetek át a határon. Hogy milyen színű legyen a legújabb pár cipőm. Hogy nem kaptam időpontot a fodrásznál, és már megint nem vitték el a kukát, és az orromon kinőtt egy pattanás. Na és ehhez viszonyítva, hol vannak azoknak a nőknek a valós problémái, akiknek szeretteit és sok esetben őket is elhurcolták kényszertáborba, vagy akiknek családjait kettészelték szúrós dróttal. Ismerjük meg a múlt nőjét, hogy tisztább legyen a jelenünk. Molnár D. Erzsébettel találkozom. Történészként egy olyan témát kutatsz, amelyről sokáig nem beszélhettünk. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akinek a nagyszülei, dédszülei érintettek voltak történelmünk ezen csúf szakaszában. És eszembe jutott egy gyerekkori emlékem a 80-as évekről, amikor a paplan alatt hallgattam nagymamám történeteit, aki a dédapámról mesélt, akit szintén elvittek a háromnapos kicsi munkára. És még mindig könyvbe lábadt a szeme. Mikor beszélhettünk először róla? Ugye több évtizedes hallgatás után, amikor valóban csak a négy fal között mesélhette el az érintett azt, hogy mi történt vele, vagy a családban a hozzátartozók, a legszűkebb családi körben, vagy a barátoknak, hogy ez nálatok is történt. Először 1989-től lehetett nyíltan beszélni erről, amikor a hallgatás fala úgymond leomlott, és először lehetett nyíltan megemlékezni az elhurcoltakról, először szerveztek konferenciát az emlékükre, és ugye ekkor dőlt el az is, hogy emlékművet, emlékparkot kell építeni, illetve felkutatni a még élőket, és összeállítani azt a névsort, ami a lehető legteljesebben mutat rá a létszámra. Ugye akkor 1989-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kezdeményezésére ez elindult, és hát meg is történt. Tehát mondhatjuk azt, hogy 1989-90 az az időszak, amikortól már nyíltan lehet róla beszélni. A te családodban voltak elhurcoltak? Igen, voltak. Az egyik oldalról a dédapámat vitték el, az édesapám oldaláról pedig ott nem a Málenki robotra vitték el a nagyapámat, hanem 1947-ben Donbászra vitték el, Donyec bánya üzemi munkára. Innen jött az indítatásod, hogy nőként foglalkozz ezzel a témával, mert én úgy tudom, hogy te matematikusnak készültél. Az ilyen háborús és hasonló helyzeteket általában férfiak dolgozzák fel. Igen, ez valóban igaz az, hogy a középiskolás koromban közelebb állt hozzám a Reál, ez az irányzat, illetve a Reál tudományok, és valahogy úgy borítékolva is volt, hogy ha elindulok tovább tanulni, akkor az... Ebben az irányban történhet meg. Én úgy tudom, hogy fel is vettek téged matematikai szakra. Fel is vettek, közgazdász szakra vettek fel, akkoriban Budapestre a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe, és mégis máshogy alakult ugye az életem, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem akartam elmenni Kárpátaljáról. Valahogy ilyen kromoszóma szinten minden idegszállammal itthon akartam maradni. És akkor már egyébként felutaztam Budapestre, megtörtént a kollégiumba való beköltözés, és akkor jött a hír, hogy pótfelvételit tartanak az akkori Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán, mint még a Nyíregyházi Besenyei Tanárképző Főiskolának a kihelyezett tagozata. És akkor én úgy gondoltam, hogy hazajövök és megpróbálom. Azonoknál fogva is haza kellett egyébként jönnöm vízumügyeket rendezni, és akkor nagyon szerettem volna itthon maradni, de ott is nyitva hagytam magam mögött a kaput, tehát nem égettem fel a hidakat, és úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hogy reálos voltam a középiskolába, de tettem érettségi történelemből a középiskolába,
És ha még rákészülök a maradék időben, akkor ha jó Isten úgy akarja, és nekem úgy rendeltetett, hogy én itthon maradjak, akkor fel fognak venni. Ha meg nem úgy rendeltetett, akkor megyek vissza, és akkor folytatom azt, amit elkezdtem. És akkor egy ilyen nagyon rohamtempós felkészülés következett, és úgy adatott meg, hogy sikerült, és én mai napig mondom azt, hogy a gondviselés, az isteni gondviselés nyilvánvalóan ebben nagy szerepet játszott, mert hogy annyi véletlen, amennyi ott velem megtörtént a felvételi alatt, annyi nincs is, mert hogy ugye írásbeli és szóbeli vizsgát kellett tennünk mind a két szakból, angolból és történelemből is, és sikerült az írásbeli történelemből azt a tételt húztam, amit a legjobban akartam kihúzni, tehát veled volt a igen, jó Isten. Velem volt a jó Isten akkor is, és itthon maradtam, és akkor kezdődött meg a főiskolai tanulmányom, ugye az angol történelem szakpáron, és ugye nagyon sokan középiskolás tanáraim találkozva velem, mi fejüket csóválták, hogy lehet, hogy hazajöttem, ugye ez 96-ban történt, nagyon sokan mentek ki innen, aki tehette. Igen, akkor is. Igen, akkor is volt egy ilyen nagy hullám, és nagyon sokan mentek volna, akiknek lett volna rá lehetőségük, és én meg ott hagytam, de valahogy akkor is úgy biztos voltam benne, hogy én jól döntöttem. És az elmúlt évek tapasztalata is azt bizonyítják, hogy életem egyik legjobb döntése volt, és soha nem bántam meg egy percre sem. És én akkor belecsöppentem egy olyan közegbe, itt a főiskolán belül, ami hozzájárult ahhoz, hogy én felnőjek, kaptam egy világnézetet, egy identitást, nyilvánvalóan a szakmai képesítés mellett. És ugye válaszolva arra a kérdésre, amivel indított, hogy miért ez a téma. Én történészként azon szerencsés főiskolai diákok közé tartozhattam, akiket tanított Sós Kálmán, a főiskolánknak az első rektora, és nem csak hogy tanított, hanem vezető tanárom is volt az évfolyam munkák és a szakdolgozatok terén, és ő terelgetett. És ő tudatosan, akkor mi még valahogy nem is értettük diákként, csak már utána, hogy tudta azt, hogy mennyi feltérképezetlen terület van még Kárpátalja történetére vonatkozóan, és ráállított egy-egy hallgatót, és felhívta a figyelmünket arra, hogy ez mennyire fontos, mennyire szükséges még ennek a kutatása, és így történt meg az is, hogy az én utam ide vezetett, hogy az elhurcolások történetét kezdtem el vizsgálni. És a családi érintettség mellett én tulajdonképpen itt bizonyosodtam meg arról, hogy ez egy mennyire téma, de ennek a kutatása mennyire szükségszerű a közösségünk szempontjából is. Most repüljünk vissza 1944 novemberére. Hogyan kezdődött? Kidobolta a kisbíró, hogy háromnapos kicsi munka? Ugye nyilvánvalóan úgy kezdődött, 44 őszén vagyunk, és akkor már, tehát a világháború vége. Azt lehetett tudni, hogy Magyarország elveszítette a világháborút, és ugye azt is tudni lehetett már, az itt élőknek is, hogy Magyarország Kárpátalját nem fogja tudni megtartani, hiszen ugye a világháború évei alatt a terület újra Magyarország kötelékében van, és 1944. októberében vonul ide a magát felszabadítónak apostrofáló, de valójában megszállóként viselkedő 4. ukrán front, ugye a katonaság bevonult, és egyébként akkor sem volt még egyértelmű, hogy mi lesz Kárpátaljával, mert ugyanakkor ugye Huszton megjelent egy csehszlovák kormányküldöttség, és itt igazából két dolog lebegett a levegőben, mint alternatíva.
ugye, hogy érvénytelenítve Magyarországnak a terület visszaszerzéseit, a bécsi döntést, a 39-es visszacsatolást, Kárpátalja újra Csehszlovákia kötelékébe fog tartozni, hogy történt volt ez ugye a két világháború közötti években, vagy pedig a szovjetek itt maradnak, nem mennek tovább a front vonulásával, hanem itt maradnak és bekebelezik a területet. Szembe jut egy Szelmenci néni, aki elmesélte, hogy csak magyarul beszélek, és 7 országnak voltam az állampolgára. Anélkül, hogy az udvarról kiment volna. Így van, így van. És ugye ez a 20. század meglehetősen zivataros forgataga, aminek mindez köszönhető, és 1944. novemberében, november 12-én született meg egyébként az akkor még szigorúan titkos 0036. számú parancs, amely rendelte azt, és ezt a 4. Ukrán Front katonai tanácsa hozta meg. Titkos parancs volt, ugye, a 00 az mindig a szigorúan titkosságnak a jelzője. Ugye a diákémnek mindig azt szoktam mondani, hogy lásd, ugye a James Bond 007-es ügy, szigorúan titkos ügynök, és akkor így könnyebb megjegyezni a számot. És köztudott az, hogy ebben a parancsban ugye arról rendelkeztek, hogy össze kell gyűjteni a területen élő 18 és 50 év közötti magyar és német nemzetiségű férfi lakosságot, és szigorú fegyveres őrizet alatt hadifogógyűjtőhelyre kell őket irányítani. És már másnap, november 13-án megjelentek a plakátok, amelyek hirdették ezt a parancsot, magyar és orosz nyelven is. Tehát konkrétan ezt a parancsot hirdették? Nem konkrétan, nagyon jó kérdés, mert benne szerepel ebben a parancsban az, hogy gyülekezni kell a megadott helyen, a megadott időpontban, 3 napot adtak nekik egyébként erre, de az nincs benne ebben a nyilvános parancsban, vagy felszólításban, ebben a falragasszokon, hogy mi történik velük. Egyfajta kettős kommunikáció van, van a 00, szigorúan titkos 0036. számú parancs, ahol benne van az, hogy őket hadifogógyűjtőhelyre viszik. A plakátokon nincs benne az, hogy mi történik velük, csak az, hogy jelentkezni kell. Az viszont gondolom benne, elindult egy pánik hangulat ilyenkor. Elindult meg a kérdezősködés, hogy mégis mi lesz velünk, mégis miért kell, hogy jelentkezzünk a felszólítottak részéről értelemszerűen. És ugye nem csak a falragaszok, hanem a kisbírók is dobolták ki, innentől kezdve november 13-ától megkezdődik a folyamatos kidobolása ennek a parancsnak, minden nap, naponta többször is, és ugye a válasz a felszólítottak kérdéseire, ekkor lesz az, hogy 3 napig történő kis munkáról van szó. A háború után ugye romokban heverő vidéket kell újjáépíteni, helyreállítani, hol milyen közmunkára volt szükség, hidakat, utakat javítani, és hogyha ennek vége, akkor mindenki visszatérhet a családjához. Az igaz, hogy megfenyítették őket, hogyha nem tartják be ezt a parancsot, akkor kiirtják a családjukat? Igen, igen, volt ilyen, több visszaemlékező egybehangzóan, egymástól külön készített visszaemlékezésekben is mondják azt, hogy megkezdődik egyfajta ilyen félelemkeltés, hogy mi történik azzal, hogyha valaki nem jelentkezik, és többször elhangzott az, hogyha valaki nem tesz eleget a felszólításnak, akkor azon túl, hogy hadbíróság elé kerül, a családjukon fogják megtorolni ezt az egészet. Tehát ilyen kifejezések hangzottak el, hogy kiírtják az egész familiáját, felkoncolják a családjukat, hasonló. És nyilvánvalóan abban a hitben, abban a tudatban, hogy egyrészt kibírják a 3 napot, másrészt megféltették a családjukat, hozzátartozójukat, jelentkeztek. És hogyan válaszoltak arra, amikor nem tartották be a korhatárra való szabályokat? Mert hogy 18 év alatt is elvittek, és 60 vagy 65 év felett is elvittek. Így van. A hivatalos parancsban ugye a 18 és 50 év szerepel, mint alsó és felső korhatár, de a levéltári források is, meg a visszaemlékezők egybehangzó tanúsága szerint mind az alsó, mind a felső korhatárt megszegték a szovjet hatóságoknak a képviselői, a fegyveres szervek. Igazából nem tudtak mit tenni. Tehát látták azt egyszerűen, hogy, és akkor már kezdett egyébként nagyon sokukban tudatosulni az, hogy itt nem 3 napról lesz szó, hanem itt valami komolyabbról lesz szó, és egyszerűen nem törődtek, úgy mondhatjuk, a saját maguk által kiadott parancsal sem, hanem
szedték össze a fiatalokat, a kiskorúakat, vagy az idős férfiakat is, és nem törődtek a panaszokkal, nem törődtek azzal, hogy messze menhővel nem tartoznak a kijelölt korhatárok közé. Garázdálkodtak, élelemtől megszabadították őket. Persze, a szovjet katonáknak az a fajta brutalitása, hogy megjelennek ezen a vidéken is. Ez ugye több mindenben megnyilvánult abban, hogy valóban elkobzások vannak, kiürítik a kamarákat, az éléskamarákat, a jószágot leviszik az udvarról, vagy önkényesen beköltöznek a házakba. A nők ellen elkövetett erőszak az, ami szintén nem volt ritka, és ezért is mondtam azt, hogy megszállóként viselkedtek, tehát még magukat felszabadítás zászlaja alatt jönnek be, de ennek teljesen a 180 fokos ellentéte az, ami a gyakorlatban megfigyelhet a viselkedésükkel kapcsolatban. Te nagyon sok kutatást végeztél, nagyon sok civil emberrel beszélgettél, szerkesztettél egy könyvet. Mennyire mertek nyilatkozni az emberek? Mennyire érezték azt, hogy most már lehet erről beszélni, vagy még mindig nyomás alatt éltek? Ez nagyon változó egyébként, és érdekes. Ugye nálunk a főiskola berkeiben, a Lehocki Tivadar Társadalomtudományi Kutatóintézetben indult meg ez a kutatás a 2000-es évek elején, és akkor én korábban is egyébként már készítettem a szakdolgozatom kapcsán, tehát már diákként jártam a falvakat, és kerestem a túlélőket, és készítettem velük interjút. Utána pedig már intézetszerűen diákokat is bevonva, ugye mentünk, hogy még a 24. órában minél több túlélőt találjunk meg. A hozzáállás változó volt egyébként, vagy a fogadtatás, mert valóban találkozhatunk egyrészt olyanokkal, akik, vagy még mindig élt ez a beidegződés, hogy nem szabad erről beszélni. Ez érthető volt, ugye a szovjet rendszerben szocializálódtak, ott élték le életüknek a nagyon nagy részét, és bizalmatlanul fogadtak, és el kellett, hogy mondjuk azt, hogy most már erről szabad beszélni, sőt, valahogy tudatosítani próbáltam a fontosságát annak, hogy milyen fontos az, hogy az az információ, aminek ő a birtokában van, és esetleg sehol máshol nem tudjuk azt előkeresni, mert nincs meg a levéltárakban, más valaki nem tudja elmondani az ő történetét, és ugye egyrészt ezt, másrészt pedig azt, hogy semmilyen hátránya ebből nem fog származni, és akkor így beszélgetve próbáltam feloldani valahogy azt a fajta bizalmatlanságot, és lehet, hogy itt még jó is volt az, hogy nőként, vagy diáklányként kerestem meg a túlélőket, és akkor szinte mindig sikerült feloldani ezt a zárkózottságot. De milyen módon lehettek ők megfélemlítve valószínűleg fogolytáborral, hogyha nem hallgatnak erről persze, a történetről? Persze, nem volt ritka az sem, hogy amikor elkezdik a túlélőket hazaengedni a fogolytáborokból, akkor megfélemlítik őket oly módon, hogy azt mondják nekik, hogy ha beszélni mernek itthon arról, ami ott történt velük, az elhurcolás körülményeiről, a lágeréletről, meg egyebekről, akkor visszaviszik őket. Tehát ez volt a megfélemlítésnek a leggyakoribb fajtája. Vagy attól is féltek, hogy már, ha esetleg nem is viszik vissza őket, ott, ahol raboskodtak, de itthon akár milyen fajta károk származhat ebből. Melyik volt az a legdurvább történet, amit meséltek a túlélők? Sok ilyen történet van egyébként, amely, hát, hogy is mondjam, csak az embernek a szívéig hatol. Tudni kell azt, ugye, hogy nem csak férfiakat vittek el, hanem nőket vittek el, és itt kell
tisztán látni, hogy nem csak a novemberi elhurcolások történtek meg 44-ben Kárpátalján, hanem egy hónap múlva, decemberben az elhurcolásnak egy következő hulláma figyelhető meg egy másik parancs alapján, ami 1944. december 16-án jelenik meg, és ez a bizonyos a Szovjetunió Államvédelmi Bizottságának a 7161. parancsa alapján a németségre vonatkozott, és nem csak Kárpátaljára, hanem Kelet-Közép-Európa minden országára, amely szovjet megszállás alá került. A németeket kollektíve bűnös nemzetnek nyilvánították, ugye, szintén, és szintén megjelenik egy újabb parancs. És ez a parancs már arról szólt, hogy szovjetunióbeli munkára kell hurcolni a 17 és 45 év közötti német férfiakat és a 18 és 30 év közötti német nőket. Kárpátaljára is érvényes volt ez a parancs. De a német nőkön kívül nagyon sok magyar nőt is elhurcoltak. Akik magyaroknak vallották magukat, vagy egyszerűen a németeket kiegészítették a magyar nőkkel is? Persze, itt valóban a kiegészítés a kulcs szó, mert hogy a kvóta, a létszám az mindig egy ilyen meghatározó fogalom ebben a szempontból. Mindig meg kellett, hogy legyen a kvóta, mindegy, hogy milyen módon történt ez meg, vagy hogy szedték össze az embereket. Legyen produkálni létszám. Produkálni kellett a létszámot. Köztudott az, hogy Kárpátalján is éltek, ugye német nemzetiségűek, sváb nemzetiségűek, ugye Munkács és környékén, Felső-Tisza vidéken, és akkor elkezdték összeszedni, és akik nem német nemzetiségűnek, vagy német származásúnak is vallották magukat, mert hogy itt nem csak nemzetiség, hanem származás okán is. Tehát, hogyha valaki már magyarnak vallotta magát, de mondjuk valamelyik nagyszüleje, vagy szülei német származású volt, akkor ő rá is érvényes volt ez a parancs. Illetve valakinek németes hangzású volt a neve, attól függetlenül, hogy egy szót nem beszélt németül, de hogyha a létszám úgy kívánta, akkor nem törődtek semmivel, akkor vittek bárkit. És készítettem interjúkat olyan elhurcolt, fiatal lányként elhurcolt idős nénikkel már, akik elmondták azt, hogy az emberi megaláztatás milyen stációi mennek keresztül. Hogy ugye nyilvánvalóan az, hogy elvitték a férfiakat, az önmagában is egy nagy tragédia, és nőként átélni ezt az egészet, és amikor elmondták, hogy milyen vizsgálatokon estek át, hogy milyen injekciót kaptak azért, hogy amíg ott tartózkodnak, 2-3 vagy több éven keresztül a biológiai élettani folyamataikba beleavatkozni, hogy ne tudjanak teherbe esni. Tehát ez valóban, ahányszor visszaemlékezzek, és ahányszor szóba kerül, ahogy te mondod, sokadjára, és az embert a hideg rázza. És ezt kellett túlélniük abban a helyzetben, itt kellett erősnek maradni mentálisan, lélekben, fizikailag, és ezt kellett, hogy túléljék. Azok itthon maradt, férj nélkül, árva gyerekekkel, azt megerőszakolták az orosz katonák, akiket elhurcoltak, szintén meggyalázták őket. Igen, igen. Ezért is mondom azt egyébként, hogy egyen-egyenként én ebben az időben az elhurcoltakat, férfiakat, nőket, ugye ezeket az asszonyokat, az én szememben ők mind tulajdonképpen hősök, hogy ezt túlélték. Azok is, akik itthon maradtak, nem vitték el, de mondjuk elvitték a férjét, vagy a családból a család férfi tagjait, és ezt kellett neki túlélnie. Családfenntartóvá kellett válnia, előteremteni a mindennapit a gyermekei számára, nem belebolondulni ebbe a helyzetbe, hanem ahogy mondtam, hogy ott lenni, és húzni az igát, és bírni fizikálisan, bírni mentálisan, lelkileg ezt az egészet, és kitartani. És amikor én is úgy vagyok, hogy sok minden összejön, és már úgy gondolom, hogy ezt már nem bírom most így megcsinálni, vagy összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor én nagyon sokszor eszembe jut ez az időszak, ezek az emberi sorsok, vagy ezek a női sorsok, és akkor már úgy meg is szégyellem magam, és akkor úgy gondolom, hogy nekik sokkal nehezebb volt, és mi ehhez képest az én problémám, és menni kell. Sehol nem vagyunk, és menni kell, és csinálni kell, és bírni kell, és talpra álltak ebből a helyzetből, tehát hihetetlen módon.
Történelmünk ezen súlyos időszakán nem sikerült ilyen könnyen végigfutni. Ezért folytatjuk.